Sokan jelentek meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központban Major Gyula, Horgász vizeink Békésben című ismeretterjesztő dokumentumfilmjének premierjén. A film elkészítését több dolog is inspirálta. Horgász vizeink Békésben. Ez egy természetfilm, azt lehet mondani, hogy egy ismeretterjesztő dokumentumfilm. Azért készítettük, hogy akik eddig nem ismerték a Körösök szép vidékét, akár a szárazföldről, akár a vízről, azok megnézve a filmet kedvet kapjanak ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe, akár csónakkal, vagy akár a parton egy-egy horgászbottal, és megismerkedjenek a halak világával, a halfaunával a Körösök mentén. A filmet közel 4 éven keresztül forgatták. Az enyhe időjárás miatt a téli felvételekkel várni kellett, valamint a számos szereplő és a haltelepítések leszervezése is sok időt vett igénybe. A filmet végül ebben az évben sikerült befejezni, így most kerülhetett sor a bemutatóra. Az volt a koncepciója a dolognak, hogy a 4 évszakon keresztül mutassuk be a Körösök vidékét. 2 éve nem volt tél a megyében, úgyhogy az idén sikerült olyan felvételeket csinálni, amikor a Körös be volt fagyva, és igazából erre vártunk. De hát nem volt könnyű ezt megszervezni, hiszen rengeteg horgászegyesület szerepel a filmben, és ezekkel egyeztetni a haltelepítéseknél, adott esetben a helyszínek szereplőivel egyeztetni sem volt könnyű. Major Gyula filmjét, a Horgászvizeink Békésben című dokumentumfilmet a Csaba TV hamarosan műsorra tűzi.